A többnapos eső után ma már dolgoztak a gépek csúrogon az épülő emlékparknál. Közel egy kilométeres járda vezet majd a Holtisza partján addig a helyig, ahol az emlékmű áll majd. Az utat betonlapokból rakják ki. Készül a 700 méter hosszú járda, mely az emlékhelyhez vezet. Az itt dolgozók azt mondják, hogy napokon belül elkészülnek, és akkor következhet a szobor felállítása. Elkészült az emlékmű talpazata is. Ide kerül majd a szobor és a kereszt. Ez a vázlat azt mutatja, hogyan képzelték el mindezt a tervezők. A településen találkozik majd várhatóan június végén Tomislav Nikolić szerb és Áder János magyar államfő. Mind a két emlékhelynek, tehát a Topalov raktár rendbetételének és itt ennek az emlékhelynek a megépítése, az tulajdonképpen egyfajta megbékélést is jelent, de elsősorban a történelmi tényekkel való szembenézést is és azoknak a letisztázását is jelenti. A tennivalók közül hátra van még az emlékhely díszlapokkal történő bevonása, a szobor és a kereszt felállítása, valamint a parkosítás. A munkálatokat szerdán megtekinti Miodrag Jocic építésügyi miniszter helyettes.